ismét korlátozná a boltok vasárnapi nyitvatartását a kereskedelmi dolgozók független szakszervezete. Az érdekképviselet arra kéri Karácsony Gergelyt, hogy a kihirdetett klímavészhelyzet miatt 2020-tól a 400 négyzetméternél nagyobb üzletek csak délután 2 óráig lehessenek nyitva. Az ügyről Dávid Ferencet kérdezzük. Érték az ügyről. Én azt hittem, az életben soha nem fogunk erről már beszélgetni. De hát megmondom őszintén, újra és újra. A kedvenc kollégája Szurok úr felhívott reggel, és bemondta, hogy mi lesz a napirend, de eldobtam a kanalat én is, hogy ez most tényleg komolyan. És igazából, ha megpróbáljuk ketté választani a dolgot, egyrészt, mert igen, most nem szakmai kérdésekről beszélni, elég érdekes lenne, de meg fogom próbálni, de itt én egészen más látok a dologba. És ha megengedi szerkesztő, én egy kérdéssel kezdem, ami szokatlan lesz ebben a műfajban. De választ nem tőlem bár. Költői a kérdés, nem. Ugye olvasom a Magyar Nemzetben, aztán az Indexnek ugye lehozva, hogy ugye Bubenko Csaba a szakszervezet elnöke, azért azt jelzem, hogy egy kis szakszervezetnek az elnöke, és nem is a szakma reprezentatív. Őket szokták igazságosan vagy igazságtalanul, nem tudom megítélni, kormány közeli szakszervezetnek nevezni. Nem ősítem a dolgot, de hogyha így kérdezett vissza, akkor még könnyebb dolgom van. Tehát itt a főpolgármester úrnak, akinek persze nincs más dolga, mint ezzel foglalkozni, most épp azt az időt éljük, hogy a főpolgármester úrnak ez a legfontosabb dolga. Jó, hát ettől még lehet. Jó, persze, de a kérdés, hogy mondom, valamit már mondani kell a szerkesztőnek, ha erről a témáról jön, hogy ugye akkor Bubenko úr írt a múlt héten Győr polgármesterének is, Debrecen polgármesterének is, Szolnok polgármesterének is, Nyíregyháza polgármesterének is. Tehát úgy gondolom, hogy a baloldali szövetség és a jobboldali polgármestereknek is írt, hisz az újságcikkben azt írja, hogy 400 ezer kereskedelmi munkavállaló nevében írta a levelet. Na most a 400 ezer kereskedelmi munkavállaló, az csak országosan értelmezhető. Tehát én azt gondolom, hogy minden megyeszékhelyre, minden megyeljogú városnak írt. Ezt nem láttam a Magyar Nemzetben és az Indexben. Ebből én azt a következtetést vonom le, hogy igazából itt arról nem beszélve, hogy ennek a szakszervezetnek a reprezentativitása a 400 ezerből nem éri el az 1%-ot, mert ő azt mondja, hogy 400 ezer munkavállaló nevében. Itt az első csúsztatás. A második csúsztatás az, hogy a vasárnapi zárvatartás, illetve nyitvatartás az 100 ezernél többet nem érint. Ha ezt még elosztjuk öttel, mert csak Budapestről beszélünk, akkor ez igazából 15-20 ezer embernek a esetleges beosztásáról van szó. Na most ugye megírta ezt a levelet a főpolgármester úrnak. Megint nem szakmai lesz a felvetésem, de már nem merek kérdezni. Ha a főpolgármester úr azt mondja, hogy hát ő támogatja azt, hogy 2020. január 1-től ugye minden vasárnap csak 2-ig lehessenek nyitva az üzletek. Tehát, jól gondolom, ennél többet nem is tud tenni, mint ezt mondja. Ez a jogi, ez már szakmai rész. Már ráfordulunk a szakmai. De ha azt válaszolja, hogy ő ezt támogatja, akkor igazából abba a csőbe húzzák bele, miután jogilag nincs ráhatása, mert a budapesti vállalkozóknak a főpolgármester nem üzenni tud, de őket törvények és jogszabályok hatályok, a kereskedelmi törvény az esetünkben. Tehát ha pozitívan nyilatkozik meg, akkor azt is vállalja, hogy jövő ilyenkor, mikor itt ülünk, karácsony előtt, aranyvasárnap, ezüstvasárnap és bronzvasárnap be lesznek zárva, 2 után a boltok. Mert minden vasárnapról írnak, és a Forma 1 lesz, akkor is be fog zárni Budapesten, és nagy rendezvények lesznek nyáron, idegenforgalmi szezonban, akkor is be fognak zárni. Tehát ha ezt válaszolja, akkor így viszik kiégre. Ha azt mondja, hogy ő ebbe a kérdésben negatív választ ad, és elmondja azt, amit ő jogilag mond, hogy neki nincs erre hatásköre, mert neki a főváros tulajdonában levő vállalkozásokra van. Nézze meg a 400 órás kérdést, ugye a túlóra a rabszolgatörvények titulátán, ahol ki tudták a közgyűlésből hozni azt a határozatot, erre hivatkozik Bubenko úr, a szakszervezet elnöke, hogyha ott tudott lépni, de ott van ráhatása, mert pont a testületeken keresztül. Saját cégei tulajdonképpen. Az ottani igazgatósági tagok meg fogják szavazni, ha nem, akkor megnézhetik magukat. És a harmadik megoldás, hogyha nem válaszol. Én egyébként magánemberként erre a levélre nem válaszolnék, hanem dobnám a szemétbe. Tehát ez teljesen ez egy provokatív levél. Ha igent mond, ha nemet mond, ha nem válaszol, csak ő lehet a hunyó. Az lehet jó válasz, mert ez már megint politikai felvetés nyilván, mert ezek a válaszok akárhogyan is hangzanak el, egyfajta politikát jelentenek. Ez csak politika. Ez eddig, hát itt nem ő találta ki, hát itt ez egy megbízás. Én ezt nem tudom. De én meg, hogy, de ez nem szakmai. Hát, a magyar kormány világosan megmondta, nem hogy... Nem tudom, hogy egy független szakszervezet vezetője megbízást teljesítene. Azért van a nevében benne van, ja, minden szervezetnek ja, a nevében. Más. Bocsánat. Na szóval azt akartam mondani csak csupán, hogyha azt mondja Karácsony Gergely, hogy ez egy lejátszott játék, a társadalom túlnyomó többség erről elmondta már a véleményét, nem véletlenül lépett vissza a kormányzat
a korábbi elképzeléséből, az egy válasz, nem? Ez egy válasz, de erre azt fogja mondani, hogy ahogy a kormány is ugye a rabszolgatörvénnyel kapcsolatban, ugye itt titulálták a szakszervezetek munkavállaló ellenes, ki fogja mondani, a magyar nemzet sírja, hogy helyzetbe hozták Karácsony Gergelyt. Persze negatív helyzetbe, meg hírbe is hozták. Hát még hányszor fogják megpróbálni helyzetbe hozni nyilván? Másik, ami egyébként kilóg a... Hát nem a lóláb, nem a ló, hanem az egész ménes kilóg. Hát egy hete úgy főpolgármester, hogy van közgyűlése. Most ha ezer más dolga van a közlekedéstől, a klímai, na ez a másik, ami édesebbe a levélbe, hogy egy szakszervezet eltéveszti a házszámot, de ennyire? Hát ő nem klímavédelemre szerződött, Bubenko úr, hanem a munkavállalók védelmére, és egyfolytában azzal argumentál, azzal érvel, hogy itt a klímahelyzet jobb lesz. Ha visszaemlékszik, nem is igaz, ha visszaemlékszik a vasárnapi zárvatartásra, igaz, hogy vasárnap a boltokkal nem szennyeztük, viszont szombaton az egész város állt, mikor bevásárolnak ez így az emberek. Ez most ugyanez lesz vasárnap is. Egyébként az is mutatja a dolognak, ha már kicsit szakmázunk, miért pont kettőig? Hát, hogyha vannak olyan boltok, amik délután akarnak nyitni, és délelőtt lennének, tehát fordítva csinálnak. És ami a legcsúnyább dolog, mert nekem jó a memóriám. Amikor a vasárnapi zárvatartás törvényét elfogadtuk, akkor még a VOSZ főtitkáraként két országos nagy szakszervezettel, a Ligával és a Magyar Szakszervezeti Szövetséggel tettünk egy ajánlatot. Ha visszaemlékszik, szerkesztőnál voltam ebbe a kérdésbe, hogy emeljük meg a pótlékokat, a gyermeküket, egyedül nevelőket ne lehessen bevinni vasárnap dolgozni, és a heti egy vasárnap helyett kettőt lehessen a munkavállalóknak kivenni, és csak kettőre lehessenek beívni. Ezt aláírta a VOSZ, mint nagy munkaadói szervezet, és a kereskedelemben nagyon érdekeltek vagyunk, multinacionális cégekkel is, és a két nagy szakszervezet. Melyik szakszervezet nem írta alá, melyik nem jött oda erről beszélgetni? A Munkástanácsok Országos Szövetsége, ahova tartozik egyébként a kereskedelmi dolgozók független szakszervezete. Tehát lett volna lehetőség egy jó szabályozásra, ez is igazolja azt, hogy szó nincs arról, hogy szakmai kérdés, és még egyet tudnám igazolni, fölírtam magamnak, mert mondom, nagyon kellett készülni, mert nem tudtam, mit fogok erről mondani. Ezt a játékot eljátszották tavaly októberben is, ha visszaemlékszik. Akkor a törvényhez akartak hozzányúlni, akkor a kormány mondta, hogy köszönjük szépen, egyszer úgy megégette magát, hogy nem. Idén nyáron, ha visszaemlékszek, azzal jött ugyanez a szakszervezet, hogy álljanak össze a vállalkozók, és mondják ki azt, hogy nem nyitnak ki. Erre mondtam akkor is éppen ebben a műsorban, hogy ahhoz, hogy mi a boltunkat ne nyissuk, nem kell paktumot kötni, mert tulajdonosként eldöntjük. Nem nyitom ki, amikor én nem akarom kinyitni. És most itt van a harmadik. Tehát innen merem gondolni azt, hogy itt túlmozgásról van szó, az ötlet nem valószínű, hogy a szakszervezettől jött. Azt gondolom, hogy itt a főpolgármester urat akarják lehetetlen helyzetbe, ami azt gondolom, hogy nem sportszerű dolog. Egy héttel a közgyűlés. Adjunk magunknak időt fontos dologról is beszélni. Úgy hírlik, hogy a két éves bérmegállapodás ellenére újra nyitják, és ebben a kormány is partner lehetne, de a decemberre aktuális tárgyalásokra jövő évi minimálbére kérdését. Nagyon korrekt. Úgy néz ki, mintha rendezett lett volna, de azt mondja a kormány, hogy van pénz. A szerkesztő az előbb jól idézte, és most egy már picit ezértőle, és azt írta, hogy a kormány a tárgyalásra mutat. Igen. Nem azt mondta, hogy emelik. Azt nem mondta, de azt mondta, hogy miután úgy áll a gazdaság, van miről beszélni. Van, de erről lehet beszélni. Hát bejelentés nyilvánvalóan most mennek a háttérszámok, tehát én nem láttam ezeket, de nem lesz reményem. Szóval van ígéretem, hogy látni fogom, hogy körülbelül hogy néz ki a dolog. Mint persze mindig az a kínzó, hogy a magyar gazdaság, ugye, ahogy szoktuk mondani, duális, vannak, akiknek nem gond, és vannak százezrek, akik belepusztulnak, elsősorban a vidéki vállalkozók. Szakszervezeti oldalról ez nem kérdés nyilvánvaló. Azt mondjuk, hogy plusz 2 pontot akarnak, tehát a mostani 8%, ami a szerződésben megáll, ezt fel akarják tenni 10-re. Tehetnek egy nagyon jó ígéretet nekik, és én a munkaadóknak is ezt javasolnám, ha már látszik, hogy eldől a kérdés, ha a nevüket úgy adják hozzá, hogy előre hozzák a szociális hozzájárulási adó jövő nyárra való csökkenésének a beígérését, tudom, hogy ez 2%, az azért a 100 milliárd feletti összeg, nem akarok pontos számot mondani, de 120-140 milliárd forint, ki kell számolni, és jól tették a munkaadók, hogy azt kérték, hogy decemberre hozzák vissza, 1-11 hónapot látnak, és matekból ki lehet hozni, hogy ezt körülbelül kiegyensúlyozza. Senki nem akarja, hogy ezek az emberek ne kapjanak pénzt. A kereskedelmi és iparkamara viszont arról beszél, hogy az eddigi minimálbér kigazdálkodás és számtalan vállalkozás számára szinte lehetetlen. El kellene gondolkozni az adókedvezményekkel. Jó. Ez volt a legrosszabb, volt, erre nem számítottam már. Hát a kereskedelmi kamara volt ott 2015 őszén, és a legnagyobb garral és a leghangosabban követelte a 15-25%-ot. Mert mondván az, hogy azért megy el a munkaerő, és nem tudtuk elmagyarázni, hogy külföldre nem a minimálbéres munkaerő megy el, hanem a kvalifikált munkaerő. Tehát semmi
köze nincs. Aki 400 ezer helyett 1 milliót fog keresni, az megy el. Az világos, meg ő beszél, meg ő kreatív, meg ő fiatal, meg ő belevaló, meg ő költözik. Tehát ez most, ez a megnyilvános, ez teljesen hiteltelen a kamara részéről, hogy most elkezdett aggódni, majd egy picit úgy éreztem magam, mint hogyha ha én lennék a kamara, mert én aggódtam itt 25 évig állandóan, hogy nem fogják a kisvállalkozók bírni, és lám most a kereskedelmi kamara megszánja a kisvállalkozók, és 2% pont él most, mert kb. Ennyiről van szó, még egyszer mondom, tehát a 8 helyet 10-zel emelkedne, ennél többet nem fognak vállalni, nyilvánvalóan, főleg azért most már, ha nincs is válság, nincs is recesszió, de sokat beszélnek, éppen azt hiszem tegnap az önök műsorában volt Csaba professzor úr, aki úgy beszélt a recessziónak a körvonalairól, akkor a kamara azt mondja, hogy hoppá, most baj van, és eddig nem volt baj. Hát azért 3 év alatt több mint 50%-kal lökték meg a garantált bérminimumot. Melyik magyar kisvállalkozó gazdálkodta ki? Ezt imádom, mikor esemény után elkezdik tördelni a kezünket, és ezt az a szervezet teszi, amelyiknek nem szerelemből, de minden magyar vállalkozás a tagja. Elhiszi nekem, hogy nem akartam felbosszantani. Ugye? Remélem sikerül, mert egyébként úgy gondolom, pedig én nem akartam indulatos lenni, mert amivel elkezdtük, az egy nagyon kuncogtató és mosolyogtató téma volt. Ez utóbbi azért engem nagyon elgondolkodott, hogy megváltozik a világ. Viszont annak meggondolom, a munkavállalók örülnek, hogyha emelkedik a minimálbér. Előbb-utóbb tolja fölfelé az összes. De mi nem a bruttó bér emelkedésében vagyunk érdekeltek, ezt ezerszer elmondok, hanem a nettó keresetek emelkedésében. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy meghívott.